Köszöntöm nézőinket! A kulturális híradóban egy költői estről számolunk be, és bepillanthatnak a Pécsi Nemzeti Színház legújabb darabjának főpróbájába. Tartsanak velünk! Vállalkoznak a színészek önálló előadói estre. Ezért is számít lassan kuriózumnak akár Costa Gabriella, akár Lázár Balázs költői estje. Deszka tavasz címmel már több alkalommal láthatták a versszeretők Lázár Balázs Bertók estjét, melyet a Pécsi Nemzeti Színház stúdió színháza szerdán ismét műsorára tűzött. Bár felvételeink még egy korábbi előadáson készültek, a tartalom és a mondani való változatlanul aktuális. Kérem, én tudom, hogy kemény, hogy miattam senki se fog. Idők vannak, fokozatok, és akkor mindenki a helyi. Kérem, én csak elkezdeném. Azt akarom mondani, hogy én beleszerettem Bertók László versébe, magam is versíró ember lévén publikálgattam már színművészeti főiskolás koromba, és olvasgatva Bertók László versét, majd miután ide a Pécsi Nemzeti Színházhoz kerültem jobban megismerve, egyszerűen beleszerettem a versébe, majd utána a személyes kontaktus révén egy nagyszerű embert is ismertem meg benne, és úgy döntöttem, hogy megérdemli a költő és az ember, ha szabad így mondani, hogy egy estet betöltő válogatást készít. Mindig csak az iszom, eszem, s hogy szeretek és meghalok. Hogy annyi mindent gondolok, hogy kell, hogy valaki legyen. Mindig csak a most és nekem, s hogy vége, mert magam vagyok. Én úgy gondolom, most már így a 7. előadástáján, ami azért verses estnél egy elég jó aránynak tűnik, hogy ezeket a nehéz, nem könnyű, filozófikus, rengeteg öniróniával és sok fekete színnel is átitatott verseket elég jól és megértően fogadja a közönség. Tehát számomra az volt a legjobb kritika, amit idáig hallottam, hogy aki Bertók versét olvasva nem értette meg, az az én előadásomban megértette, és azt hiszem, hogy ez mindennél többet mond. Fölül, legfölül a fenyő. Alul a gyermek, mire vársz? Kiment az ablakon a ház, jön be a hideg levegő. Ül a széken a kicsi nő, matat a múltjában az ács. Mert ahány ház annyi szokás, és elkezdődött az idő. Ragyog középen a mező, csengetnek de valaki más, mint mikor az ősrobbanás. Még minden elképzelhető. Évek óta azt hiszem már nem nagyon történik kísérlet a költői estek színpadra vitelére, mert nagyon sok munka van vele, és hát ahhoz képest elég hálátlan dolog, de én azt hiszem, hogy pontosan ez lehet a varázsa ennek az esnek, hogy egy költői est itt azt hiszem Pécsen elég régen volt már így színpadon, és mivel Bertók pécsi költő, azt hiszem, hogy a pécsi közönség figyelmére és szeretetére tarthat számot ez az est. Most, hogy vége a diktatúr, és ki lehet borítani a... Már oda se néz, hogy hova már magától is kiborul. Most, hogy annyi lett az úr, s mindegyik demokrata, akkora szemetes kuka, ha tetszik, ha nem beletúr. Most, hogy a legszebb hang a durr, s ahány röf, annyi pocsolya, se az ól, se a disznaja, csak érzi, ahogy kiszorul. Most, hogy benne van piszokul, mintha már nem is mostana. Ősbemutatónak számít a Pécsi Nemzeti Színház pénteki új bemutatója, a York napsütése. Shakespeare királydrámáját Hargitai Iván állította színpadra, aki az elmúlt évadban Kleist Amfitrion című tragikomédiájában mutatkozott be a pécsi közönségnek. A 4. Henrik 3. részét önállóan mutatja be a darab, amit ilyen formában még nem tűztek műsorra Magyarországon. A fehér és a vörös rózsák háborúját, a két uralkodóház küzdelmét a hatalomért, a jellemek fontosságának hangsúlyozásával állította színpadra a rendező. Elvileg ugye ez krónikának tűnne ez a történet,
De hát attól volt izgalmas, hogy ez csupa-csupa indulatról szólt. És azért választottam ezt a darabot, mert azt érzem, hogy szűkebb, tágabb környezetünkben is tele-tele vannak az emberek indulatokkal, és iszonyatos féktelenségekkel, és azt gondoltam, hogy ez elég keményen rímel a mostani korra. Én azt érzem, hogy ez egy bizonyos szempontból a szónak jó értelmében népszínházi nyelven van elmesélve. Szerintem pontosan érthető a történet. Az, hogy bábokat használunk, nem hiszem, hogy elidegenítene, hanem inkább játékosság, teátralitás, ami hozzátartozik a színházhoz. Egyrészt kiemel, szórakoztat, és valamit talán egy másik árnyalatban mutat meg. Maszkokat is használunk, de úgy, hogy ami a legfontosabb, hogy úgy osztottam szerepeket, hogy a legfontosabb szerepeket természetesen a színészek a saját arcukkal játsszák. Azt gondoltam, az a fontos, hogy ott részletező legyen a játék, és pszichológiailag minél hitelesebb. A maszkos szerepek azok nyilván egy-egy erős karaktert jelentenek, ez egy másfajta színházi világ, és a bábok az nyilván még inkább redukál valamit, és azt érzem, hogy talán ebből a hármasból egy árnyalat, és mégis érdekes, teátrálisan izgalmas előadás születhet. Kedves nézőink, a Figyelőből még megtudhatják, hogy mi volt, mi van és mi lesz a város kulturális és művészeti életében. Köszönöm, hogy velünk tartottak, viszontlátásra! A Pécs TV kulturális tájékoztatója a művészet kedvelőinek.